Lemondott Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum elnöke. Köszönök minden kedves hallgatót, ez itt a Világnézet, és én Szabó József vagyok. A mai vendégünk Bogár László, közgazdász. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tiszteltel üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is. Minek köszönhető Klaus Schwab lemondása? Azért azt fontos hozzátenni, hogy ha ezt mondjuk, hogy lemondott, az azért nem pontosan fejezi ki a lényeget, mert lemondott az operatív irányításról. Tehát ugye a executive president, valami ilyesféle volt a hivatalos megnevezése annak a státusznak, amiben volt. Tehát az operatív irányításból lépett vissza, hát hivatkozva arra, hogy 86 éves, és létrejön egy új szervezeti irányítási rendszer, tehát azt is mondhatnánk, hogy inkább valamiféle technikai, tehát intézményi, szervezeti technikai átalakítás történt, de valóban lehet üzenet, és aztán beszélgetnünk most inkább erről lehetne, hogy talán lehet ennek valamiféle üzenetértéke, a várható tényleges irányítója a szervezetnek egy kifejezetten fiatal ember, talán 40-es éveiben járhat, ugye Borge Brende, ha jól értem, norvég külügyminiszter, volt külügyminiszter, tehát láthatólag van egyfajta fiatalítás ebből a szempontból, de akkor visszatérve, én azt hiszem, arról lenne érdemes beszélgetni, hogy mi is ez a bizonyos WEF, illetve az a helyzet, ami a világban most kialakulni látszik, az hogyan befolyásolja ennek a szervezetnek a jövőjét. Mert ez az irányításból, az operatív irányításból való visszalépése Klaus Schwabnak talán hordoz valami ilyesféle üzenetet. Kétségtelen igen jelentős átalakulások várhatók a következő évtizedben. A WEF egyébként egy olyan különleges szervezet, hogy a World Economic Forum, tehát ez a hivatalos elnevezése, de mindenki inkább, mivel Davosban szokták tartani az éves rendezvényeket, ezért ugye Davoshoz kötít, Davos a hívószó. Valamiféle világállam, nem csak, hogy nem tagadják ezt, hogy szükség van, így nevezik ezt, hogy systemic transformation of the world, tehát az egész világrendszert, tehát így lehetne pontosan lefordítani, az egész világrendszert akarják átalakítani. Ez egy vízió, sok szempontból meglehetősen utopisztikus, sőt, hát időnként inkább disztópikus vízió, ugye ezt kevésbé szoktuk használni, pedig az utópia az egy szebb jövőt ígér, a disztópia az viszont mondjuk Orwell 1984 című regényében az egy disztópia, tehát valamiféle sötét jövő. Én azt hiszem, hogy ma a világ közvélekedésében azért slightly, szóval enyhén többségben vannak azok, akik legalábbis viszolygással szemlélik azt a transzhumán jövőt, amit maga Klaus Schwab, illetve ez a World Economic Forum megfogalmaz. Tehát arról lenne érdemes beszélni, hogy a világban ma zajló hatalmi átrende igen jelentős és drámai, és hát ma még sok szempontból bizonytalan hatalmi átrendeződésben ennek a WEF-nek eddig milyen szerepe volt, és hát mit üzen ez a változás egyáltalán, ha végig gondoljuk azt, hogy hogyan változhat ennek a szervezet, ennek a nagyon befolyásos szervezetnek a jövője, akkor erre mit mondhatunk? Kezdjük talán akkor a múltjával. Ha jól tudom, ugye eredetileg az volt a cél, hivatalosan, hogy egy ilyen egyeztető platform legyen, viszont most az elnök leváltás, vagy az elnöknek a lemondása után azért többen is több cikk is szólt arról, hogy elég erős profitot tud most már termelni ez a szervezet. Mi volt a célja a WEF-nek, és mi lett mára? Talán onnan kellene kiindulni, tehát az, hogy a WEF létét legalábbis az elmúlt 10 évben, mert formálisan ugye 50 éve létezik, de igazából az elmúlt évtizedben kezdett igazán olyan látványos a globális médiában is megjelent, látványtechnikailag is jelenlévő, igen befolyásos szervezetté válni.
És ezt csak akkor értjük meg, hogyha tudomásul vesszük, hogy az a hát közkeletű, úgy kell fogalmaznom, illúzió, hogy a világban létező, azt hiszem formálisan ma 213 nemzetállam létezik a világon, de leegyszerűsítve nyugodtan mondhatjuk, hogy körülbelül 200 ország létezik. A liberális demokrácia szemszögéből nézve ezek mind szuverén államok, tehát egyenrangú viszony van közöttük. Azt hiszem, hogy nem kell különösebben a világhatalmi rendszer szakértőjének lenni, hogy ezt egy gyermeteg illúziónak véljük. Formálisan persze szuverének ezek a nemzetállamok, de valójában hatalmi hierarchia létezik a világon. Aki erről beszél, arra már gyanakodva nézegetnek, hogy ez összeesküvés elmélet, hiszen igenis szuverenitás van, az országok egyenlők, és a többi. Ez egy gyermeteg idea. Természetesen szó sincs erről az elmúlt évszázadokban, ugyanis amióta a nyugatias modernitás uralkodik, ez most már közhely, nagyjából 100 évenként létezett egy világbirodalom. Ezek mind egyébként nemzetállamok gyakorolták. Most ezt, előtte a brit birodalom volt, most ez az amerikai birodalom évszázada, de az is igaz, hogy nagyjából 100 évenként ezek a nemzetállami talapzatra épülő, de világbirodalomként Amerika esetében működő konstrukciók. Amerika esetében is ezt látjuk, Amerika kétségtelen egy nemzetállam is, de felette létezik a szimbolikus hatalmi térben egy világbirodalom. De még itt sem tudunk megállni, mert azért fel kell tételeznünk, belátom, ez már valóban meglehetősen szürreális a szószoros értelemben, hogy e fölötti hatalmi szint is van. Én ezt jobb híján birodalom kiválasztó főhatalomnak szoktam nevezni. Tehát van egy olyan láthatatlan hatalmi struktúra, ami, ha úgy tetszik, felemeli, és 100 évenként bukni hagyja. Nem ő buktatja meg, mert saját magát darálja le minden birodalom, lelki, erkölcsi, szellemi értelemben buknak meg, vagy okok miatt buknak meg. Amerika is látszik, tehát egyre teljesebb szellemi káoszban van az amerikai birodalom. És nagy valószínűséggel, hogy a végére érjek ennek a történetnek, az várható, hogy az amerikai birodalom is megbukik, mint ahogy az előző öt, portugálok, spanyolok, hollandok, franciák, britek, az előző öt is nagyjából évszázadonként megbuktak is. Az a nagy kérdés, ez a legtöbb kérdés, hogy mi jön ezután. Folytatódik-e az, mert az elmúlt 500 évben ez volt, hogy 100 évenként egy nyugati nemzetállamból lett birodalom. Ez módszerett valószínűleg, mert nincsen több nyugati nemzetállam, nincs olyan nyugati nemzetállam, amelyik Amerika helyére léphetne. Felmerül opcióként az, és ez ma a közkeletű megállapítás, hogy mondjuk Kína lesz a hetedik sorrendben, a hetedik ilyen világbirodalom, mondjuk egy újabb 100 évre. Kína viszont nem nyugati nemzetállam. A másik oldal a dolognak viszont az, hogy elképesztő ütemben nyugatosodott az elmúlt 50 év során, tehát ha úgy tetszik, szuper nyugattá vált Kína, legalábbis technológiai értelemben, annyira, ezt is ki is írtam magamnak, hogy Klaus Schwab, aki mindig elismerően nyilatkozott Kínáról, ez is érdekes, mert ugye Kína és az amerikai birodalom között most már-már ilyen harmadik világháborús feszültség kezd kialakulni. Klaus Schwab viszont, aki azért a WEF-en keresztül abszolút a nyugat világuralmát szolgálta, és nyilván fogja is szolgálni egész életében, és mégis mindig rendkívül dicsérően lép fel Kínával kapcsolatban. Egyenesen a China Will Serve ez a role model mondja, tehát, hogy a Kína kifejezetten modellje ennek, az előbb említettem, ő így nevezi ezt, tehát a WEF így nevezi, hogy Systemic Transformation of the World, tehát Kínát minden adandó alkalommal megdicséri, hogy pontosan abba az irányba kell haladni a világnak, amit Kína képvisel. Tehát azért van itt egy sajátos konfúzió ezekben a kérdésekben,
hiszen senki nem tudja ma még megmondani, hogy milyen világhatalmi konstrukció következik azután, ha mondjuk az amerikai birodalom, egyik birodalom sem tartott örökké, tehát nyilván az amerikai birodalom sem fog örökké tartani. Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy Amerika mint nemzetállam nem maradt fenn, hiszen Hollandia is volt világbirodalom 100 éven keresztül. Volt egy olyan évszázad, amikor a holland hajóhad 2,5-szer akkora volt, mint az akkori Anglia és Franciaország együttes hajóhada. Tehát birodalmak felemelkednek és lehanyatlanak. Minden birodalom azt hiszi, hogy örökké fog létezni, de ez nyilván gyermeteg idea. Az amerikai birodalom is lehanyatlik majd, könnyen lehet, hogy akár egy 20 éven belül ez megtörténik. És az ilyen szerveződéseknek, mint a WEF, ez a optikailag, látványtechnikailag kétségtelenül ez a legbefolyásosabb ilyen nemzetközi intézmény, ami valamiféle világállam létét feltételezi, vagy tartja szükségesnek, értelemszerűen lehet befolyása abban, hogy milyen világhatalmi konstrukció jön létre. Mondom, az egyik lehetőség, hogy Kína lesz a 7. birodalom, világbirodalom, mondjuk újabb 100 évre, bár mostanában 100 évre erőre becsülni, ez azért elég bátor vállalkozás, de van egy másik lehetőség is, hogy teljesen megváltozik a globális hatalmi rendszer, de úgy, hogy nincs is senkinek elég képzelő ereje, hogy maga elé vetítse azt, hogy hogyan fog megváltozni a világhatalom dinamikája. Részben ezt jósolja az a valami, amit ugye Roger Scruton angol történész szavaival, vagy szójátékával, the West and the Rest, tehát ugye van a nyugat, meg a rest, ez a reszlik, a világ maradéka, ahol mellesleg a világ népességének kb. 85%-a él, hiszen Kína meg India is ebbe a restbe tartozik. Tehát ez, és ugye a BRICS létrejöttével valójában elkezdett az is szervezeti intézményi formát ölteni, az is egy világhatalmi konstrukció lehet, hát ma még értelemszerűen nem az, de válhat azzá. A WEF tehát, és ezek a változás, ezekre a személyi változásokra is azért érdemes figyelni, mert egy olyan szerveződés, amelyben kétségtelen intellektuálisan, tehát szellemi értelemben befolyását tekintve van hatása arra, hogy hogyan alakul a világhatalmi rendszer. De még egyszer mondom, ez ma még, hát legfeljebb azok, ha igaz ez a feltételezésem, hogy vannak a nemzetállamok, tehát világhatalom dinamikáját, ha át akarjuk tekinteni, van a 200 nemzetállam, felette legalábbis az elmúlt évszázadokban mindig van egy-egy nagyjából 100 évig uralkodó, világbirodalomként uralkodó nemzetállam, ami most Amerika, de felettük is létezik egy kétségtelen, csak hipotetikusan létezik, mert bizonyítani nemigen tudjuk ennek a létét. A WEF elvileg lehet ennek a harmadik típusú, tehát a harmadik szintű globális hatalmi rendszernek valami képviselője. Az, hogy ez a harmadik szintű globális hatalmi rendszer nem igazán szeretné megmutatni magát, és összeesküvés elméletgyártással vádol meg mindenkit, aki a létét feltételezi, az teljesen érthető, mert mindenki, amióta a világ, mindenki úgy szerette volna, nem mindenkinek sikerült gyakorolni a hatalmat, hogy ő ne is látszódjon. A valóságos hatalom mindig rejtekezik, ne legyen semmiféle illúziónk erről, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a WEF, mert ez egyáltalán nem kíván rejtekezni, sőt látványosan meg is akarja magát mutatni, ezért ő legfeljebb szóvivője a tényleges világhatalomnak, ennek a potenciális világállamnak, de semmiféleképpen nem megjelenítője. Tehát azért én nem becsülném túl se, nem kell lebecsülni se, de túlbecsülni sem érdemes ezt a WEF-et. Van szerepe, én azt mondanám, hogy valamiféle szóvívője ennek a harmadik típusú globális hatalmi rendszernek, és hogyha most Klaus Schwab, aki ugye legendás szereplője ennek a
konstrukciónak visszalép, akkor ennek lehet ilyen üzenete, de az, hogy ez az üzenet ténylegesen mit tartalmaz, tehát hogyan fog átalakulni a WEF, és hogyan befolyásolja majd azt az elképesztő turbulenciát, örvénylést, amiben ma a jövő világhatalmi rendszere formálódik, ezt nagy valószínűséggel még senki nem tudja, és nem is tudhatja értelemszerűen, hiszen ez a globális, a ténylegesen működő globális hatalmi rendszer alig ha fogja beavatni a világot ezekbe a terveikbe, de nem árt természetesen érzékenyen figyelnünk ezekre a változásokra. Hát ugye most is erre tesszünk, vagy most már talán tettünk kísérletet, hiszen lassan lejár az időnk, arról beszéltünk, hogy ez legfeljebb egy ilyen rövid összefoglalója lehetne azoknak a lehetséges következményeknek, amit Klaus Schwab részleges visszavonulása jelent. Igen, és de még engedjen meg nekem még egy utolsó kérdés, mert mindjárt tényleg lejár az időnk. Azt állítják, vagy legalábbis cikkekben az jött le, hogy lényegében azért kell átszervezni az egész szervezetet, hogy hatékonyabban működjön. Mit csinál a világgazdasági fórum a fórum kivételével? Szóval mit kell hatékonyabban működtetni? Hát azért ez egy folyamatosan, legalábbis ugye a digitális térben, ez egy, én is mindig kapom, mert feliratkoztam, amikor még tudom, 2 évvel ezelőtt talán, azok közé, akik egyébként nagyon generózusan, tehát ingyen lehetővé tették, amikor ugye a nagy fórumok vannak, a belépést, tehát ilyen real time lehetett követni, és azóta egyébként folyamatosan kapom a legkülönbözőbb elemzéseket. Tehát az ére mögött tényleg van, létezik egy olyan intellektuális apparátus, hogy ez pontosan mekkora, és milyen kiterjedésű, meg milyen befolyása van, ezt nyilván pontosan nem tudhatjuk. Tehát zajlik egy elemző, hát gondoljunk például Harari személyére, aki intellektuálisan, tehát szellemi értelembe véve egy ilyen fontos, és persze éppen a híressége következtében nagyon látványos megnyilvánulása annak, hogy a WEF mögött nem tudjuk pontosan természetesen, hogy mekkora ez a szervezeti intézményi hálózat, de valóban létezik egy agytröszt, tehát egy ilyen szellemi agytröszt, influencer, ahogy ma divatosan mondják, a szó, itt a szó közvetlen értelemben, amelyik megpróbálja, és talán nem is sikertelenül befolyásolni a világ gondolkodását. Ne felejtsük el, hogy egy olyan világban élünk, ahol a narratíváknak roppant divatos lett ez a fogalom, tehát az elbeszélési módoknak, ami egy értelmezési keret és egy fogalomkészlet egységéből áll elő, mármint a narratíva, tehát az elbeszélési mód, ezeknek a világunkban óriási szerepe van. És azért van óriási szerepe, mert a világ leírhatatlanul bonyolultá vált, nincs senki, aki úgymond mindennek utána tudna járni, tehát mindent ellenőrizni tudna, jelen lenne a történéseknél, ez egy teljes képtelenség, még aki mondjuk napi 16 órában csak azzal foglalkozna, hogy elemzi a világot, meg igyekszik jelen lenni a történéseknél, annak sem sikerülhet. Tehát ma a világot, a valóságot, tehát az, amit valóságnak gondolunk, azt leginkább a média elbeszéléseiből tudjuk. Tehát ha valakinek van egy a narratívája mellé, az elbeszélési módja mellé, van hatalmas nyilvánossága, tehát megjelenik a globális médiában, már pedig a WEF esetében pontosan erről van szó, hogy kevés olyan nagy globális szervezet van, amelyik olyan intenzíven lenne jelen a globális médiában, mint a WEF, aki ilyen intenzíven van jelen, és van egy markáns elbeszélési módja, narratívája, az óriási hatással lehet a világra. És hát a hatékonyabb tevés ebben az esetben, legalábbis az én értelmezésemben, az pontosan ezt jelenti, hogy a világ narratívákra, tehát a világ elbeszélésekre, a világ közvéleményének, tehát mondjuk annak a 6 milliárd felnőtt embernek, aki a világról gondolkodik,
annak a világról való gondolkodását, világértelmezési logikáját kell befolyásolni, és ez azért óriási jelentőségű, mert hát a fake news és hasonló kifejezések nem véletlenül születtek meg, mert ha kellően nagy erejű média hatalmad van, akkor tulajdonképpen durván fogalmazva bármilyen valóságot legyárthatsz, ami persze adott esetben hazugság, tehát egy hamis értelmezési sikeredbe ágyazott rendszer, de óriási hatalma van annak, aki a narratívákat uralja, sőt bizonyos értelembe véve a világ már ma is, a jövőben meg még inkább azok által lesz irányítva, szándékos magyartalansággal fogalmazva, akik a narratívákat uralják, az elbeszélési módokat, a szavak feletti, a szavak jelentése feletti uralmat, és ebből a szempontból a WEF egészen bizonyosan igen befolyásos globális szervezet és intézmény, amikor tehát arról beszélnek, hogy hatékonyabbá kell tenni, akkor azt talán azt jelenti, hogy a narratívák globális háborújában, mert ez zajlik, egy permanens globális, gondoljunk az orosz-ukrán háború megítélésére, hát az is egy narratíva háború is értelemszerűen, hogy mi is az, ami ott történik, azt senki nem tudja, de mindenki tudni véli, de mi alapján véli tudni? Az alapján, hogy meghallgatja a média narratíváit, és valamelyiket önmaga számára szimpatikusát vél, és elfogadhatónak tart. Tehát mi a média különböző történeteit hallgatjuk meg, és az uralja a világot, aki ezeket a történeteket leginkább elfogadhatóvá teszi a világközvélemény nagy része számára. Én a hatékonyságot egyértelműen a narratívák globális permanens háborújában való minél nagyobb befolyást értem ezen, ami hát lehet akár vészjósló is, mert ha nem értünk egyet, én sem értek egyet alapvetően a WEF tevékenységével és céljaival, ezt én egy kifejezetten veszélyes folyamatnak tartom. Ha ők hatékonyságról beszélnek, az nem túlságosan biztató jel a világ számára. De hát majd meglátjuk, a következmények majd kirajzolják, hogy mit is jelent ez a hatékonyság növelés. Bogár Lászlónak, közgazdásznak köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. A kedves hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, ez volt a Világnézet, a mikrofonnál Szabó Józsefet hallhatták. Viszont hallásra!